A megfelelő végzettség az alap, a kompetenciák fejlesztésére azonban egyre inkább szükség van a munkaerőpiacon. Ennek érdekében jött létre a nyitott tanulási központ hálózata, mely az országban 52 településen szolgáltat képzéseket ingyenesen a 16 és 64 év közötti magánszemélyek részére. A megyében korábban 3 helyen működött az intézmény, mostantól pedig Nyíregyháza is helyet biztosít a továbbképzéshez. Azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek megyében mindig is kiemelkedő volt az igény a képzéseinkre. Itt meg kell említenünk, hogy Nagykálón, Kéken voltak már tanulási központjaink, valamint Rozsáj településen, hiszen ezek a települések voltak azok a projektindításakor, ahol már korábban a projekt előzményei során is voltak tanulási központjaink, de úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy a megyei jogú városokban is egyre nagyobb igény mutatkozik a hálózatunk szolgáltatásaira. A Nyíregyházi Tanulási Központ workshopján kiemelték, a rendszer rugalmas, így a jelentkezők kéréseinek megfelelően állítják össze az ismeretanyagot és a csoportok időbeosztását. A 20 órás kurzusok végén a résztvevők a tudásanyagon túl tanúsítványt szereznek, ami a szakmai továbblépést is elősegíti. Az idegen nyelvi képzések közül meg kell említeni az angol, német, orosz nyelvi képzésünket, valamint most engedélyeztetjük a román, lengyel, szlovák és a szerb nyelvi képzéseket, de természetesen itt az informatikai képzések, tehát Excel, Word használat és minden magasabb szintű használata, valamint fontos megemlíteni webszerkesztés, grafikai szerkesztés, valamint a különböző iparág specifikus képzéseinket is. A nyitott tanulási központ ennek megfelelően fókuszba helyezte azokat az ágazatokat, amelyek az ország gazdaságát is nagyban meghatározzák, így a kiskereskedelemben, az autóiparban vagy a vendéglátásban dolgozók is új és hasznos ismereteket szerezhetnek. A nyíregyházi képzéseknek a Damjanés utcai civil házad otthont, a jelentkezés részleteiről a Nyitok weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.